Köszöntöm a kedves nézőket, és nagyon köszönöm küldeményeiket, javaslataikat Münchentől Hajdúszoboszlóig, szegettől, Kapuvárig. Ha nem jön jégtörő Mátyás, kis hiány királyt választhattunk volna a befagyott Dunán. Hol vagy Mátyás, az igazságos? Ki ugyan jól megadóztattad népedet, de hadisikerből és hadizsákmányból is juttattál néki. És legalább szőlőt kapáltattál a gömöri urakkal, elnáspángoltad a kolozsvári bírót nemzeted nagy gyönyörűségére. Mert ha már mindenét elviszik adóba, legalább járjon rá a rúd az urakra is. No, ma ettől már nem kell tartaniuk a gömöri tót uraknak és a kolozsvári olá bírónak. Ám még a Magyarországot eladósító, a hiszékeny lakosságot hazug országjelentéssel és dübörgő gazdasággal hitelcsapdába csalogató, kergető, szoclibeknek sincs félnivalójuk azért, amit műveltek pedig a hazugságot, a lakosság félrevezetését a szocik maguk is beismerték összödön. De hát ugye nem szabad hozzájuk nyúlni, felelősségre vonni őket, elszámoltatni. Intézményesedett hazárulás. Egy négyzet kilométerre nálunk jut a legtöbb hazáruló Európában. Ezért is tartunk itt két magyarázat lehetséges. Az első, a szocialista liberális kormányzat mégis mindent jól csinált, szabályosan, törvényesen, az ország és lakóinak üdvére. Ez esetben érthetetlen, az Isten adta nép miért váltotta le őket, sikereseket, olyan nyomasztó többséggel. A másik magyarázat háttéralkú védi a szocialista és liberális védkeseket az elszámoltatástól, a felelősségre vonástól minisztertől, főpolgármestertől fölfelé. Olyan titkos paktum, mint amilyen a gengszterváltáskor kötötte meg az akkori kormányzók kezét, mert megkötötték. Ezért bánthatatlan, sérthetetlen a sok minden gyanú felett álló internacionalista, mert levédi őket a pénzügyi háttérhatalom, a valódi világkormány, amelynek fölkinálták és kiszolgáltatták Magyarországot. Nem lehet hozzájuk nyúlni, mert rögtön zengeni kezd az antiszemitázó, magyar gyalázó kórus a földkerekén. Na de hát mit kesergek én? Elvégre győztünk, megnyertük a szabadságharcot. Bár még egy kiadós nyaklevest sem kellett érte elszenvedniük ellenségeinknek. Oda át az ostromlók táborában síri csönd honol. Tán elmentek volna, tán feladták, látván hősies elszántságát a magyarnak hiszen kifutott a tatár is a Kárpát medencéből, és elkotródott a török is, kőszeg meg eger alól. Győztünk? Az. Győzünk. Győzünk fizetni. Győzünk törleszteni a törlesztetetlen adósságot. Nem győzünk győzni. De győzik-e a győzők? Mert ostromlóink dehogy álltak odébb, elégedetten elvonultak. Még csak nem is úgy, mint Szulejmán seregei kőszeg alól, A török zászlót kitűzve ugyan, de a várat el nem foglalva. Nem. Mostani ostromlóink elérték, amit akartak. Magyarország előre kitervelt, módszeresen végrehajtott kifosztása, leépítése tovább folyik. Magyarok által, a változatlanság kedvéért, általunk, a gyengébbek kedvéért, az erősebbek kedvére. A magyar nevű, vagy részben, esetleg még egészében magyar tulajdonú közvállalatok felszámolása folyamatban van. A valuta alap korábban, még Magyarország ostroma előtt javasolta, hogy a veszteséges, mert hazai bal jobb kollaboráns segítkezéssel veszteséges tett maradék magyar nagyvállalatokat, közösségi, közlekedési cégeket meg kell szüntetni. Malé, BKV, MÁV. Persze, mert ezek még a magyar nemzetgazdaság részei, az ország függetlenségének fegyverei, de legalábbis jelképei. Miután a Kádár korszakban sikerült adós rabszolgaságba, uzsorakamat fogságba taszítani hazánkat, és aztán felszámolni a világban leginkább versenyképes magyar termelési ágazatokat, mint a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar, a magyar járműipar és gépgyártás. Nos, maradt még e három mohikán közülük a legkönnyebb volt bezárni a malévet, mert az aránylag keveseket érint. Lévén, hogy a magyar lakosság többsége főként csíkban lát repülőt, már mint repülő csíkban. Nehezebb falat a BKV és a MÁV, mert az már nagy tömegeket érint. A valuta alap a hitelezők előírása újabb tőlük kunyerát uzsora hitelek reményében megvalósul általunk. Persze, az Európa tanácsban, ahol fehérek között jó lenne már európait is látni, megint antiszemitáztak, cigányoztak egy sort, de ezt mi már megszoktuk. Mármint, hogy a rendes magyarok rovására, a rendes zsidók és a rendes cigányok micsodájával verik a csalánt. Brüsszelben, Strasbourgban, New Yorkban. És nem folytatom, mert még leantiszemitáznak, holott én csak antiszemét vagyok. Nem szeretem a szemetet, a lelki és a fizikai szennyet, akár keletről, nyugatról, akár északról, délről áraszt el minket. Azonban, ha mi szép csöndben, a társadalmi támogatottságtól eltelve és a békemenet örve alatt lejtmenetben magunk hajtjuk végre a valuta alap és az Európai Bizottság, a hitelező bankok és a pénzüket féltő multik előírásait, magunkra vessünk, Ugye nekünk nem engedik el tartozásunk felét, mint a görögöknek. De hát mi nem is kérjük. Mi 1990-ben sem kértük adósságunk elengedését, mint a lengyelek, akiknek el is engedték. Pedig tettünk annyit a Szovjetunió megbuktatásáért, Németország egyesítéséért. Lehet, hogy éppen ezért büntettek bennünket, ez volt a baj. Mi tehát fizetünk, törlesztünk, mint Trianonban mint Párizsban, mint vesztes háborúk után. Pedig most nem vesztettünk háborút. Most a Malévvel és a többi magyar nevű vállalattal számolnak le. Mert most már az is baj, ha egy magyar nemzeti nagyvállalat nevében még ott virít az M betű. Előbb-utóbb országunk nevét is meg kell majd változtatnunk, mert abban is benne van, hogy magyar. Márpedig ez nacionalizmus, nácizmus, nyilasizmus, antiszemitizmus, rasszizmus, cigánygyűlölet. Szóval, ha ezek a mi hitelezőink odaát elcsöndesednek, és elégedetten tudomásul veszik a fejleményeket, miközben mi maradunk ugyanabban a politikai és pénzügyi rendszerben, adós rabszolgaságban, uzsora kiszolgáltatottan, nagy baj, nem győzelem, pillanatnyi tűzszünet elmentek az Eger környéki hegyekbe rőzsekötegekért, hogy betömjék az általuk szétlőtt várfalaink előtti védőárkot, mint a törökök Eger alatt Gárdonyi Egri csillagok című regényében. Rossz érzésem van. Ha mi megfelelünk ezeknek a hiénáknak, hát akkor csak a rövidebbet húzhatjuk. Nemzeti 11 el színlelni csapatjátékot, de azon közben nemzeti mezben rendre az ellenfélnek passzolgatni. Nemzeti színekben a saját játékos társunknak szándékosan csínbeadni adni a labdát, és a legvégén még öngólt is rúgni. Bunda. Nem pufajka, bunda. Még ha ezt azzal is honorálják kirablóink, hogy kegyesen javítanak a forint árfolyamán. Na nem annyit, hogy rendbe jöjjünk. De érezzük, hogy barack helyett simogatást kapunk a buksinkra, mert jó szolgáljuk őket. Bánják is ők nemzeti elszavainkat, nemzeti jelképeinket, ha közben a függetlenség színjátékától eltelve ugyanúgy fizetünk, törlesztünk, szolgálunk. Mi ugye itt elítéljük a zászlóégetést, azok pedig, akiké az elégetett zászló, minket ítélnek el, gyaláznak, fenyegetnek, zsarolnak és közben fizettetnek, kárpótolunk hetedíziglen, tizedíziglen olyan bűnökért, amelyeket el sem követtünk, amelyeket ránk aggattak jó üzleti érzékkel, gyáva népre, amelynek ugye nincs hazája, ahogy szolganépnek nincs földje. Nekünk valóban mohács kell, hogy észhez térjünk. Valóban jogosan záporoznak a diendre pörő csapásai? Ha van Isten, ne könyörüljön rajta, veréshez szokott fajta. Cigány népek lanycívű sihederje, verje csak, verje, verje. Ha van Isten, meg ne sajnáljon engem, én magyarnak születtem. Szent Galambja, nehogy zöld ágat hozzon, üssön csak, ostorozzon. Ha van Isten, föltől a fényes égig rángasson minket végig, ne legyen egy félpercnyi békességünk, mert akkor végünk, végünk. Mi nem égettünk a Múhi szekértáborban táborban tatárzászlót, sem Egervárában török zászlót, sem a munkácsi és Komáromi várban Habsburg zászlót. Nagy baj, ha minket tönkretevők elégedettek velünk. Őket nem érdekli, hogy magyar zászló alatt, vagy vörös csillaggal, kokárdában, árpátsával, avagy sarlókalapáccsal, vörös szegfűvel tesszük. Csak fizessünk, szolgáljunk, Rendben, persze, hogy jobban örülnek ők a szocialistáknak és a liberálisoknak, akik mindig készségesebben kiszolgálják a kapitalizmust és az imperializmust. Ha egyszer a szocialisták ezt tanulták annó a marxista-leninista órákon, Marx tőkéjét vakargatva a pad alatt fortélyos félelemmel igazgatva, leantiszemitázva mindenkit, aki a magyar dolgozókért mer kiállni, lerasszistázva mindenkit, aki a magyarságért mer fellépni. Ugye a kádári szocializmus Janusz arccal, Schwarzban, feketét kavargatva beléptette Magyarországot a valuta alapba, az imperializmus csúcs pénzintézményébe. Eladósítva a dolgozókat, hogy máig nem tudnak kiszabadulni egy csapdából ha mi önként és dalolva hajtjuk végre uzsorásaink, behajtó előírásait, megszorító követeléseit, megsemmisítő leépítéseit, és közben azt hitetjük, azzal hitegetjük magunkat, hogy szabadságharcot vívunk, hazánk érdekeit, nemzetünk értékeit védve. Nos, ennek örül stapsolám igazán a valuta alap és az Európai Unió mert sok rosszat feltételezett rólunk. Természetesen mi fasisták, nácik, nyilasok, antiszemiták, cigányüldezők, rasszisták vagyunk, és maradunk mindig is a számokra. De hogy mellette még balekok is vagyunk, vagy jobbekok, azt ők sem hitték volna, hogy mi majd saját magunkon hagyjuk végre az általuk ránk kiszabott halálos ítéletet. Saját költségünkre, újabb alapi és uniós hitelből, uzsorakamattal. Kedves nézőim, Magyarország tudatos, kitervelt módszeres leépítése folyamatban van. Egy lelki és fizikai értelemben jól megtervezett, a magyar ember jó szándékú hiszékenységén, befogadó kishitűségén, könnyen elcsábíthatóságán alapuló színjáték ez. Előbb e nemzet lelkét törték meg, rátuk már bűnökkel, bűntudattal, majd kiforgatták vagyonából. De ne feledjük, mi továbbra is a nemzetközi valuta alap, az Európai Unió és a NATO, a mostani világuralmi rend készségesen kiszolgáló tagállama vagyunk. Azokat szolgáljuk, akik kipellengéreznek minket. Nem takarózhatunk másokkal. De jó is lenne mást hibáztatni, másra mutogatni és hárítani a felelősséget, de csak is magunkra háríthatjuk. Mit művelnek pedig hazánkkal? Jurisicsnak, Dobónak, Zrínyinek és Klapkának és hőseinek nagyobb cselekvési szabadságuk volt körbezárt várukban. De őket erősítette, hogy nem fújtak egykövet ostromlóikkal. Mi viszont igen. Mi a saját ostromlóinkkal, gyalázóinkkal, lejáratóinkkal vagyunk egy szövetségben sőt, még háborúzunk is saját ostromlóinkért, tönkretevőinkért. Költünk rájuk, ontjuk saját vérünket, és hozzánk hasonló sorsú népek vérét a kőolajszerző háborúkban, Iraktól Afganisztánig. És ma holnap megfizetjük az árát szolgalelkűségünknek a kőolajpiacon, az Irán elleni embargó miatt. Mert ha Iránt el is foglalnunk, attól csak drágább lesz a kőolaj, a földgáz ahogyan Irak megszállása után is. Itt véres harc folyik népek áldozata árán, nagyvállalatok, bankok, befektetők között. Üzletben nincs barátság, szövetség, rokonság, csak harc, vetélkedés, a vetétás tönkretétele. És mi bizony ehhez asszisztálunk a saját költségünkön, az ő uzsora hitelükből. Még a szovjetek sem vittek minket Afganisztánba. Mitől jobb az EU, mint a KGST, a NATO, mint a VSZ? Hogy most nem tankokkal jönnek ránk, hanem bankokkal? Hitelgyülekezettel? Tragédia, de ott tartunk. Nagyon sokan visszasírják az átkost. Történelmünkben egyébként nem először. A tatárok útját ugye Magyarországban a németek egyengedték, a németek tették rá kezüket nyugati vármegyéinkre a törökök útját hazánkban a franciák és az olaszok, majd a felvidéki magyar aranybányákra szintén szemetvető Fugger bankház kegyeltjei a Habsburgok egyengedték. Holott három évszázadon át mi védtük Európát, a mai Európai Uniót. Meg is kaptuk érte Trianont. Holott Mátyás király vezére, magyar balázs, magyar serege verte ki az Otrantónál Olaszországban partra szálló törököket. Nem az olaszok, nem is a franciák, nem is a németek. És mit kaptunk ezért? Trianont, antiszemitázást, fasisztázást, nácizást, azoktól, akik velencei kalmár pénzen a fasiztákat és a nemzeti szocialistákat és a nemzeti szovjet szocialistákat pénzelték, Hitlert, Stalint. Mikor melyik volt nagyobb üzlet? A globális kommunizmus útját a Kárpát-medencében ugyanazok egyengedték, akik a tatárokét, a törökökét, a nyugat, Teheránban, Jaltában a liberális demokráciák, a kapitalisták, az imperialisták karöltve a kommunistákkal, szocialistákkal, népírtó, tömeggyilkos szovjet diktátorral. S még segítették is a fronton a szovjet bolsevikokat. Angol-amerikai kötelékek szétbombázták előttük például hazánkat, Budapest, Győr és a többi magyar város iparát, lakónegyedeit, mint Drezdát is. Egy gúzsba kötött, halára vált nemzet 22-es csapdája. Ugye mi sosem háborúztunk az amerikaiak, a britek és a franciák ellen. Egyik világháborúban sem. Mi 1941-ben is a bolsevizmusnak üzentünk hadat, a népírtó tömeggyilkos terrorista diktatúrának. Ahogyan 1956-ban is. És mit kaptunk ezért? Még jó, hogy 56-ban az USA, Nagy-Britannia és Franciaország legalább nem bombázta a magyar felkelők állásait hogy szovjet-szocialista szövetségeseiket segítsék Teherán és Jalta szellemében. Mint a második világháborúban. És milyen fintora a történelemnek. Minket a liberális demokráciák, a kapitalisták oda a szovjet-szocialistáknak, majd 45 után ők, Stalin hűséges szövetségesei, egyszer csak szocialista ellenesek lettek. Na persze nem annyira, hogy 56-ban a segítségünkre keltek volna, azt azért nem de elkezdtek látszólag a kommunizmus ellen háborúzni Koreában, Vietnámban, Szueznél, a hideg és forró háborúkban. Nem akkor tették, amikor a segítségünkre kelhettek volna 45-ben, 56-ban, és nem is ott, hanem ahol az üzleti érdekeik diktálták. Nem így volt ez már a török időkben is. Mi három évszázadig szembeszálltunk, föláldoztuk országunkat, nemzetünket. Ők, a nyugatiak üzleteltek a törökkel, szállították a török sereget a Boszporuszon át ellenünk. A végén mi rádöbbentünk, hogy a bolondját járatják velünk, hogy eszközül áldoznak föl egy háborúban, ahol a cél minél tovább nyújtani. Mert akkor üzlet csak igazán fegyver és rabszolga és kincskereskedőnek. Velencei és egyéb fukar kalmároknak. A végén szembefordultunk ezzel a képmutatással, hiszen kiderült, a hódoltságnál is van rosszabb. Fekete István, Somogyi magyar, horvát és török hősei a Koppányiaga testamentumában ezért rokon szenveztek és fogtak össze egymással a Bolondvári vallon és egyéb zsoldosok ellen. Mert hiába védtük mi Nándorfehérvárnál, Jajcánál, Kenyérmezőn, Otrantónál, Mohácsnál, Kőszegen, Drégejnél, Egerben, Szigetváron hazánkat és Európát. Európa hátba szúrt minket. A kurucok és Tököli ezért fogtak össze a törökkel. Kurucok ostromolták a Habsburg Bécset a törökkel 1683-ban. Majd kurucok harcoltak a török mellett a Délvidéken. Bezzeg, akkor Európa egyszerre török ellenes lett. Már nem volt ugye üzlet a török háború. A portát kisöpörték. És így a nyugat magyar ellenes is lett, hiszen lám a magyarok képesek török szövetségben harcolni Európa ellen. Ó, mi felháborító álnokság! Három évszázadig nem jöttek nyugatról a segítségünkre, mert ők a törökkel üzleteltek, paktáltak a mi bőrünkre. Most meg felszabadítóként törtek ránk, és szállták meg hazánkat és mi, akiknél senki nem harcolt többet a török ellen, mi kereshettünk menedéket török földön, számüzetésben. Tökölimre, Imre, Zrínyi Ilona, Rákóczi Ferenc és a magyar hősök, majd később Kosuték. Így lett Rákóczi egyik fia, török vezér, Bemapó pedig Aleppói, szíriai török pasa. A délvidéki Habsburg-török harcok egyik csatájában szembe került egymással az utolsó Zrínyi, Zrínyi Ádám, a kivégzett Zrínyi Péter fia, és vele szemben Tököli Imre, Zrínyi Ilona férje. Zrínyi Ádám osztrák egyenruhában, osztrák tisztként, osztráknak nevelve, magyarul elfelejtve. Tököli pedig török szövetségben, ott esett el a Habsburgokért az utolsó Zrínyi, Zrínyi Ádám, s vele férfiágon kihalt a nagyszerű magyar-horvát család. Jó esetben nem tököli, vagy egyik kuruca önfia vágta a sebét, hanem egy török. Értünk. Magyar sors, magyar végzet, ó görög tragédiába illő, és legújabb görög drámába. Hát ennyit az Egyesült Európáról, az európaiságról, az euróatlanti integrációról. Mi megtanultuk ezt a saját bőrünkön az elmúlt 1100 esztendőben, a pozsonyi csatától kezdve. Amidőn Európa ránk tört, ki akart írtani, holott mi adtuk neki ősnyelvünket, világalapító műveltségünket, és még Jézus hívők is előbb voltunk, mint ők. Ők viszont műveletlen barbárok, nomádok voltak akkor, midőn mi, Nimród ős népe, a földi lét letéteményesei, a földi civilizáció és kultúra hordozói évezredek óta. Ezért szorították ki a szemita és az indoeurópai népek a magyar ősnépeket földjükről, és ezért szorítanának ki minket ma is a Kárpát-medencéből, minden emberi kultúra, társadalom és az emberi ősnyelv alapnyelv bölcsőjéből. Jobb lett volna akkor is, ha mi szövetségre lépünk, a keresésünkre Attila nyomdokain hozzánk jövő tatárnak nevezett mongol hun testvéreinkkel, majd pedig a szintén rokon török-türk testvéreinkkel. De nem, mi nem fogadtuk el a felkínált szövetséget, a napkeleti hun népek összefogását. Mi Európát védtük, benne a velencei kalmárokat. Ők meg adtak, vettek és adnak vesznek minket, földünket, vagyonunkat. Igaz, nem hajt már bennünket a tatár, de elhajt földünkről idegenbe, vagy a más világra az adósság, az elszegényedés, a munkanélküliség, a kilakoltatás réme. Az emberhez méltó megélhetés és a létbiztonság utáni vágy. Mi lehet rosszabb a tatárnál? Ez. Török áfium helyett meg itt van nekünk a népbutító bulvármétej és az e akárhányas tartósítószer. Egyébként pedig török gyermek megvágta, magyar gyermek gyógyítja. Kis kacsa fürdik fekete tóban, anyjához készül Lengyelországba. És ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni. Amúgy minden oké. Okay. Pá, kis aranyom, pá, hippodrom. bajongunk fiumétől a fiumei útig. És lesz még szőlő, lágykenyér, 360-as, persze euróban. Mindenki munkát kap, kivéve aki nem. De három hónap munkanélküliség után azok már úgy is megszűnnek létezni a nemzet számára. Hol vagy, Mátyás király? Hova jut országod, néped? Gömörből, vagyis csöbörből, vödörbe?